Na sziasztok srácok, üdvözöllek titeket a mai videóban, mely nagyon jó alkalmazás fogok nektek megmutatni, amely nem más, mint egy motoros alkalmazás, az a neve, hogy Relive. Ez a kis alkalmazás annyit tud, hogy ha elindítjátok és elmentek túrázni, akkor a teljes túra úton alatt feljátsza nektek, és a végén, amikor hazaérkeztek, elmenti nektek, és létrehoz nektek ilyen virtuális térképet, amely nagyon jól néz ki, és a térkép mentén mutatja, hogy pontosan merre haladtatok így körbe. És még plusz, ami nagyon jó kis feature, srácok, hogy tudtok csinálni képeket motorozás közben a túra folyamán, és az elkészített képeket bele tudjátok menteni magába a videóba, és amikor végén elkészül ez a kis videó az alkalmazásban, akkor mutatja a képeket is, amelyeket lőttetek a túra során. Szóval nagyon jó kis alkalmazás, srácok. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem, és mutatom is. Na sziasztok srácok, itt is holnánk a motoron, tehát az alapbeállítások állítjátok át motorra, magát az alkalmazást, továbbá a beállításokban állítsátok be azt, hogy náluljon el a képernyő, és állítsátok be azt is, hogy automatikusan állítsa le magát az alkalmazás, hogyha megálltok, és hogyha elindultak, akkor magától induljon el. Ez nagyon fontos, továbbá menjetek a record gombra, meghatározza a helyeteket az alkalmazás, kísérje, hogy megtalálta a GPS-t, utána már csak annyi a dolgotok, hogy elindítjátok a starttal. Na, el is, mert elvileg megy is. Mi is helyezzük a tartójába a cuccot. Oké. Na, szupi. És most már mehetünk is. Megyek egy kis karikát itt a közelben, és minél hamarabb megpróbálom nektek prezentálni, hogy hogyan is néz ki maga a program, amikor megcsinálja nektek az egész utat, amelyet végigmentetek motoron. Na, elindultunk. Elvileg már méri is a távot. Na, hát most már jobbnak kell, hogy legyen a hang is. Na srácok, látjátok, szépen mutatja a térképet, merre haladunk. Továbbá mutatja a megtett távolságot, azon felül mutatja a sebességet, mennyivel mentek, és még azt is mutatja, hogy mennyi idő telt el azóta, mióta úton vattok. Na, úgy néz ki, hogy vonat van. De hát motoron vagyunk, szóval ez nem gond. Előre sunnyogunk. Na, örülhet, akinek motorja van. Akinek nem, az meg sajnos kiállja a sort. Erre mondják, hogy az utolsókból lesznek az elsők, ugyebár. És már az elsők is vagyunk. Nyitni, szépen beadjunk egész az első elé. És mi is fogunk kirajtolni a leggyorsabban. Hú, ez jó hosszú. Na, most le is állt az alkalmazás, hogy látjátok, elsötétedett kicsit. És amint elindulunk, magától elindul az alkalmazás is. Na és a kocsisor csak most indul át a sorompó. Na, szépen mutatja is tovább a térképet, ahogy haladunk. Elmehetünk jobbra. Ezért is volt fontos, hogy pipáljátok ki azt a részt, amikor azon odaírva, hogy ne sötétedjen el a képernyő. Mivel ha így mentek is, akkor látjátok a térképet magatok előtt. Nem sötétedik el a képernyő, így mindig képben vagytok az összes elágazódásról, főutakról, stb. Szépen látjátok a benzinkutakat is. Úgyhogy ez nagyon jól jön mindig.
Ami nagyon jó ebben az alkalmazásban, amint említettem is nektek, hogy tudtok fotókat készíteni. Azt is majd prezentálom nektek. Az majd meg kellene, hogy álljak kicsit. Azért még tovább menjek, aztán lövök is egy képet nektek. Meg lehet állni többször, és mikor megálltok, az alkalmazás is saját magát szünetelteti, és olyankor tudtok képet lőni, hogy hol volt a kép, mit néztek, stb. És az elkészített képeket az alkalmazás saját magától beletölti magába az alkalmazásba, így amikor a végén elkészül az egész videó, és leprezentálja nektek az egész útvonalat az alkalmazás, akkor mutatja az elkészített képeket is, amelyeket lőttetek a motorozás során. Szóval ez nagyon szuper kis alkalmazás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan ismertétek ideig ezt az alkalmazást, vagy hogy használtátok-e, vagy hogy esetleg tudtok-e valami mást, vagy jobbat. Ha igen, akkor mindenképp írjátok meg kommentben, segítsenek egymásnak, hát tudtok ennél jobbat is. Nagyon kíváncsi vagyok. Én csak jelenleg ezt használom, ha ilyen nagyobb túrákra megyek, akkor nagyon szépen vissza tudom nézni, hogy merre jártunk. Képek is bele vannak játszva, szóval még képeket is vissza tudjuk nézni. Ezen felül, ha vége a túrának és elmentitek magát az egész utat, akkor az elkészített képeket is le tudjátok menteni albumba a telefonotokba. Így nem csak magában az alkalmazásban maradnak meg a képek, hanem nektek is megmaradnak a képgalériában. Szóval ez nagyon fasz a kis dolog. Ja. Átmegyünk ide a szomszéd faluba. Aztán még lehet kicsit tovább megyek, és szerintem is állítom nektek. Ennyi elég is lesz arra, hogy prezentáljam nektek magát az alkalmazást. Itt azért megállok, lövök egy képet, hogy nézzük meg, hogyan is néz ki ez. Hát mondjuk csináltunk itt a naplementéről, meg félre is indexerek. Ez jól fog kinézni. Oké, óvatosan megállunk, nehogy még vettél megcsúszunk. Na, félreálltunk. Először is ki kéne bányászni a telefont. Oké, tetején megvan, akkor az alja már könnyű. Na srácok, itt van a fényképezőgomb, rákattintatok. Engedélyezitek, és már be is tölti a fényképezőtöket. Lövünk egy ilyen képet a motorról. Oké. Meg is van, rálövünk a pipára. El is mentette, szuper. Most már mehetünk is tovább. És már megy is magától tovább az alkalmazás is. Amint láttátok, el volt sötétülő a kép, az azért volt, mert saját magát leállította, mert érzékelt, hogy megálltunk. Ilyenkor kicsit spórol az energiával is a telefon, és nem merül a homo. Szóval azért is mondtam nektek, hogy mindenképp engedélyezzétek az automatikus megállást. Pont ma raktam fel, hogy ezt a telefont tartotta a barátnőm PCX-ére, és egyből úgy gondoltam, hogy érdemes lenne ezt a videót is elkészíteni. Szóval remélem, örültök nekit is. Na, be is értünk. Oké. Esetleg lőhetünk majd itt is egy képet. Már szerintem így az egy is elég volt arra, hogy tudjon nektek prezentálni, hogy működik az egész. Oké, szerintem itt félre is állok, és elmentem az egész videót. Oké, kiindexelünk. Szép, ide beállunk a hűsre. Szupi. Na nézzük. Egyszerűen csak lepauzozzátok, rámentek, hogy finish. Finish. És már menti is el. Na, és elvileg most már csinálja is a videót, szóval egyet még motorozunk, és amit elkészül, mutatom is a kész végeredményt.
Szóval, ha ti is tudtok valamilyen jó alkalmazást, akkor légy, írjátok meg a kommentben, írjátok be az alkalmazás nevét, és segítsünk egymásnak, segítsünk motoros társainknak, túrázásokhoz, kirándulásokhoz, hogy ezzel is feldobjuk egymás kirándulását, túráját, és minél jobb, minél minőségi videókat tudjuk készíteni arról, hogy ki merre járt, és tudjuk megosztani egymás közt. Na, ha tetszett ez a mai kis videó nektek, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem vagytok, dobjatok lájkot, hogyha tetszett ez a videó és hasznosnak találtátok. Most pedig a videó végére megmutatom nektek, hogy milyen is lett az elkészített videó, hogyan is néz ki maga az alkalmazás, milyen videót készít, és ha sikerül, akkor előleg ott lesz az a kis fotó is, amit lőttünk. Szóval ennyi volt mára, Stark voltam, sziasztok! To see if I believe, they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now.